amikor indultunk Paksra, akkor ugye nagyon nehéz mérkőzés várt ránk, hiszen a Paks a tabella 6. helyén van, Dabas meg a 13. Hát mindenképpen pontot kell hoznunk Paksról, hogyha el akarjuk kerülni a kiesést az NB3-ból. Hát nagyon fogadkozott a csapat, hogy mindent megtesznek azért, hogy pontot hozzunk Paksról, és ez sikerült is. Óriási mérkőzést játszottak a fiúk. A Paks sem hagyta magát, ugye a mérkőzés az úgy kezdődött, hogy Paks irányította a játékot, és fokozatosan följavult a Dabas játéka, és már a 20. percben Dabas irányította a játékot, szinte egy térfélen játszottunk a paksiakkal, és egyszerűen bámulatos volt, hogy amilyen fegyelmezetten játszott a csapat és jól játszott, meg tudtuk szorongatni Paksot otthon. Mi az első félidőben 200%-os helyzetet szúrtunk el, így az első félidő az 0-0-val végződött. A második félidőben Dabas lendület továbbra is megmaradt, és ugyanúgy szövögettük a támadásainkat, és a 70. perc, 69. percben már góllá érett a dabasi fölény. Kis Viktort buktatták a 16-os sarkánál, a labda mögé erős rolandált be, és óriási gólt ragasztott a Paks kapujába. 1-0 Dabasnak. Gólról pedig annyit, hogy rengeteget gyakorlom a szabadrúgás, külön köszönet két kapusunknak, aki bírta azt a 30-40-50 szabadrúgást edzésenként, amit lövök, úgyhogy külön köszönet értene őket is illeti gól, vagy dicsért illeti miatta. Úgy gondolom csapatként működtünk, abszolút megérdemelten nyertünk. Hát egyszerűen nem lehetett hinni, hogy miket tudott a Dabas játszani ezen a mérkőzésen, hiszen négy játékos az NB1-es keretből, négy játékos játszott vissza a Paksba, és még így is Dabas volt fölénybe, ami játékot illeti. A gól után a Paks megpróbált mindent az egyenlítésért, de a remekül záró védelmünk a kapustól kezdve mindenki rendre visszaverte a támadásokat, úgyhogy egy 3 perces hosszabbítást is át kellett még élni, de az eredmény már nem változott. Tehát maradt az 1-0 Dabasnak, egy ritkán látott jó mérkőzésen, fegyelmezett játékkal, nagyon jó korrekt bíráskodás mellett, szinte alig kellett a bírónak beleavatkozni a játékba, elhoztuk a 3 pontot. Több olyan mérkőzésünk volt, amikor az egygólos mérkőzésekből nem mi jöttünk ki, pedig nagyon sokat tettünk érte. Én azt gondolom, hogy a Paks 2 ugye igazolta jó hírét, dinamikusan, pörgősen játszottak. Viszont én azt gondolom, hogy a mi csapatunk is igazolta, hogy igenis tud küzdeni, és amit mindig kérek, hogy futballoztak ma a srácok. Én úgy érzem, meg voltak a lehetőségeink, és hála jó Istennek, hogy a Fortuna ilyenkor azért egy picit annak a csapatnak fogja meg jobban a kezét, aki én úgy érzem, egy picivel többet tettünk érte, és egy nagyon fontos 3 ponttal gazdagodtunk. A Dabasnál azt tudni kell, hogy akkor tudunk eredményesek lenni, hogyha csapatként működünk. Ma én azt gondolom, mindenki láthatta, hogy igazi csapat volt a srácok, csapatként funkcionáltak, és ez most 3 pontot eredményezett.